Szexárd mindent elkövet annak érdekében, hogy az ideérkezők biztonságos körülmények között egy rendezett városban ünnepelhessenek a Covid után szabadon. Ennek érdekében a következő napokban jelentős parkrendezés indul a városban. Az idei rendezvény sokrétű lesz, mondta Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. Figyelünk a németség hagyományainak őrzésére, de arra is, hogy a szexárdi csoportok fellépéseinek is teret adjunk. Ebből egy olyan vegyes ízelítőjű történet állt össze, amely én azt gondolom, hogy a korábbi években megszokott színvonalat minimum eléri, sőt talán még felül is múlja, színházi produkciók Robin Hooddal, az esti sztár fellépők, Anna and the Barbies, Hooligans, Bagosi Brothers és a Honey Beast együttes. Emellett számos gyermekprogram, a Robin Hood nagyszabású musical színházi bemutatója is része lesz a 4 napos programnak. A Pünkösdi Fesztivál gasztronómiáját a vendéglátó kerekasztal tagjai biztosítják, és 6 borászat, valamint egy pálinkaház kínálja majd termékeiket. A fesztivállal párhuzamosan zajlik majd a nyitott pincét program is. Az előkészületek a jövő hét elején megkezdődnek. Kedden este már elindul a város egy-egy szakaszán, alapvetően itt a 4 sávos úton a múzeumtól a Széchenyi utcáig terjedő szakaszon. A Vidámpartnak a kiépítése, illetve a Bezeredi utcának a tömbelsőtől a városházaig terjedő szakasza kerül majd lezárásra. Ez szépen fokozatosan, általában szerdán már ott is az építkezések zajlanak, a színpadépítés és a kitelepülőknek az installációinak az összeszerelése. A június 3-a és 6-a között zajló szexárdi hal és vadünnep részletes programja megtalálható a rendezvényre kibocsájtott műsorfüzetben, illetőleg a Babits Mihály Kulturális Központ elektronikus felületein.